év októberének első szombatján öreg diák találkozóra gyűlnek össze Karcagon a Nagykun Református Gimnázium volt tanulói. Az ünnepségen Sarkadi Kinga, 11. B-osztályos tanuló, Palágyi Lajos Hiszek című versét szavalta el. Te kedves udvar, meghitt régi termek, te több száz éves drága iskola. Ma minden régi hívet újra kelnek, s köszönjük, mint kis diákok iskola. Ma összegyűlünk a Szerint szigeten, melynek vihar nem mondhatja falát. Ma összegújunk szépen a szívedre, mint anya szívére a kis család. Köszöntünk hát ifjú erős anyánkat, s még lábunk szentelt küszöbödre hát, úgy érezzük, körökben újra állhat a szívedből álló ifjúság. Újra tanítasz az életre kimennünk, s büszkén vinni bölcs tudást, épített, és valami nem múlva tromba bennünk, amit a jó iskola épített. Tóth Árpád versének részletével köszöntöm az öregiát találkozó minden kedves résztvevőjét. Újabb esztendőt telkel, ismét elérkezett október első szombatja, amikor hagyományosan öreg diákok hangja tölti be a tanulmányt el. Köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek bennünket, jelenlétükkel. A gimnázium 80 fős vegyeskara Székely Éva tanárnő vezényletével adott műsort a vendégeknek. Nagy tiszteletű Koncz Tibor a fenntartó nevében köszöntötte a megjelenteket. Igen, tisztelt polgármester úr, elnök úr, tiszteletbeli elnök úr, igazgatóasszony és tisztelt öreg diákok körének egyfejlődő közössége. Babics Mihály mondja egyébként hasonló képpen, hasonló tartalommal egy hithű katolikus ember volt, és Hitvallás és vallásvétel címmel egy összefoglaló gondolat hűzért állított össze, és ezt mondta. Lelkem és érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset? Köszönöm, hogy megőrizték magukban, vagy Karcagon, ebben az iskolában, e falak között kapott szint, itt kapott értelmet, érzéseket, megőrizték a drága kincset, és köszönöm, hogy ebben nekünk, a mi munkánk elvégzésében társak és segítő. Az eseményen részt vett Dobos László Karcagváros polgármestere is, aki beszámolt az öreg diákoknak, hogy milyen fejlesztések történtek Karcagon. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, ahogy most már másodjára elhangzott, itt tanultam, itt tanítottam. Nagyon sokan tudják, hogy bizony több mint egy negyed századot töltöttem el összesen ezek között a falak között. Csodálatos, és mindig megható ide visszatérni.
és ugyanazt teszem minden alkalommal, hogy igazgató asszony a tanulmányra talán egy héttel ezelőtt volt, amit egy negyen delegációval mindig megkeresi az ember a saját tanulmányát. És rögtön beazonosítja saját magát, társait, egyáltalán azt a kor, amikor ide járt, és amihez rendelkezik, nagyon szép emlékek fűzik. Az öreg diákok baráti körének elnöke Mikus István üdvözlő táviratokat olvasott fel. Juhászné Zsadányi Erzsébet, az iskola igazgatója, a nagymúltú gimnázium mai arcát mutatta be a vendégeknek. Őtösül vagyunk, ezek vagyunk, és remélem, hogy ezt leszünk a jövőben is. Az iskola alapításának 337. évében, az öreg diákok baráti körének 40. évfordulóján, az 5. tanévvel kezdtük a karcagi antireformátus gimnázium és egészségügyi szakközi iskolát. Pedagógiai tevékenységünk az állandóság és a változás jegyében történik. Új kihívásoknak kell megfelelnünk, pedagógiai hivatásunk szerint elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, igényességet várunk el a nevelés terén minden szereplőtől. Ehhez feltétel a jól felkészült, nyitott pedagógus, a jó képességű, tanulni akaró, befogadó és kreatív tanuló, valamint a támogató fenntartó.